Elkészült a belvárost és a mehatronikai ipari parkot összekötő új kerékpárút. 10 kilométerrel bővült a hálózat, 6 kilométeren teljesen új út épült. A kerékpáros egyesület szerint az új szakasz nem biztonságos, mert az útvonalat zebrák, buszok és oszlopok keresztezik. A terveket már évekkel ezelőtt elfogadták, és módosítani sem lehetett, a kerékpárosok azonban már birtokukba vették. Hiányt pótol az újonnan megépült szakasz, ezért ők örülnek a fejlesztésnek. Régi terv volt, hogy a belváros bicikliút kösse össze a város északi részével. Nekem nagyon tetszik, hogy ennyire ki van szélesítve az út, és jobban járható, így nem zavarjuk ugye nyilván a járókelőket is, és nekünk is nem kell a forgalmas utakon menni. Úgyhogy én nagyon örülök. Az építkezés még 2 éve indult. A terveket a Kerékpár Egyesület többször is kifogásolta. Szerintük nem jó megoldás, hogy az érintett új szakaszon a biciklisek és a gyalogosok egy úton közlekednek, több helyen zebra töri meg a kerékpárosok útját, és oszlopok is akadályozzák a haladást. Mi annak idején azok között voltunk, sőt tulajdonképpen mi kezdeményeztük, hogy ezen az útvonalon készüljön egy fejlesztés, de igazából az lett volna a cél, hogy egy korszerű, biztonságos, komfortos megoldás szülessék. Úgy gondoljuk, hogy ami született, az nem az. Az új önkormányzatnak viszont már nem volt mozgástere a tervek módosításánál. A kerékpáros nyom kialakítása és az ehhez kapcsolódó fejlesztések még 2018-ban elkészültek a Bacsinszky és Bogáncs utca, az Erzsébet királyné útja és a Harsányi út, illetve a Lavota és Déli utca közötti részeken, valamint a repülőtéri út egyes szakaszain. A Szentpéteri kapui szakaszon idén tavasszal kezdődött a munka. Egy körülbelül 10 kilométeres szakasszal bővült Miskolc kerékpárút hálózata, ami ugye a Bos felé vezet ki. Itt részben kerékpár sávokat festettek fel a szakemberek, részben pedig a forgalomtól elválasztott kerékpár utat alakítottak ki. A munkálatok befejeződtek, ez az útszakasz elkészült. Összesen 6 kilométernyi út épült. Az önkormányzat azt ígéri, hogy 3-szor annyi fát ültetnek majd vissza, mint amennyit az építkezés miatt kivágtak.